Köszöntöm kedves nézőinket, mindazokat, akik bekapcsolódtak adásunkba, önök a Terézvárosi magazint látják, azon belül is az önkormányzati perceket. Környezetvédelem lesz a témánk elsősorban. Matokanovics Lídia, a környezetvédelmi és társadalmi és civil kapcsolatok tanácsnoka a vendégem, és rögtön kezdjük azzal, hogy Terézváros egyre inkább zöldebb. Minek köszönhető ez? Jó estét kívánok! Így van, Terézváros egyre inkább zöldebb, hiszen az önkormányzat vezetése céljának tűzte ki azt is, hogy Terézvárosban a zöld felületet növelje. Ebben nincs könnyű dolgunk, hiszen a közműhálózat Terézvárosban sajnos nem teszi azt lehetővé, hogy újabb helyeken telepítsünk parkokat, újabb fákat ültessünk, tehát mondhatjuk, hogy ilyen téren megtelt Terézváros, egyszerűen nem lehet megoldani, viszont igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni, amivel úgy tudjuk növelni a zöld felületet, hogy egy területen belül több zöld növényt ültessünk, illetve ami az emberek komfortérzetét nagyon szokta növelni, és pozitív visszajelzéseket kapunk, azok a planténeres fák kihelyezése, illetve a virágoszlopok kihelyezése. Megállok egy pillanatra ezeknél a planténeres fáknál. Mi a gyakorlat? Mennyi maradt meg, mennyi életképes belőle? A gyakorlat azt mutatja, hogy amennyiben rendesen ápolják, úgy meg tudnak maradni ezek a fák, elég hosszú életet meg tudnak élni, illetve amikor ezt a planténert kinövik, ez egy viszonylag hosszú idő, tehát itt 10 éves időtartamról beszélünk, ami egy faj életében ugyan nem sok, de Terézváros életében, ha azt nézzük, akkor igen jelentős, hogy egy fa addig kimaradhat, és utána ültetünk abba a planténerbe újat. Tehát ezeket a fákat, amikor a planténeres idejük lejárt, akkor el tudjuk szállítani és valahol elültetni. Tehát a fák megmaradnak, életképesek maradnak, és utána hát sajnos nem Terézvárosban, illetve ha épp pótlás van, akkor Terézvárosban, de tovább javíthatják a levegő minőségét. Talán mintha egy picit tudatosabbak lennének az emberek. Az első évben azt láttam, hogy a planténerek célig vannak szemetelve, hiszen nem mindenki fegyelmezett, és sokaknak nehezére esik, hogy még 10 méterrel odébb vigyék akár a sörös dobozukat, akár a műanyag flakonokat. Viszont azt is láttam évekkel ezelőtt, hogy azok a virágoszlopok, amik kilettek ültetve, azok egy évben kigyomlálódtak a lakosság által, és tavaly talán mintha egy picit már tudatosabbak lettek volna, az emberek örültek a virágnak, és nem gyomlálták, és nem vitték haza. Hát sajnos néhányan Terézvárosban úgy örülnek a virágnak, hogy de bizony kigyomlálják. A tavalyi évben a kertészeink igyekeztek folyamatosan pótolni, tehát még ősszel is pótolták bizony a virágokat, illetve a tavalyi évben már petúniák kerültek kihelyezésre, amit nagyon nehéz kigyomlálni, kitépni, mert sokkal sérülékenyebb növény, tehát nem lehet úgy egyben kihúzni, viszont ugyanolyan mutatós, ugyanolyan gyönyörű futóvirágként tudja díszíteni ezeket a virágoszlopokat. És hát pont emiatt a bizonyos gyomlálás miatt, emiatt voltunk kénytelenek a muskátiról petúniára váltani, mert nagyon sokan elvitték, és hát idős, tehát az ember azt gondolná, hogy egy olyan korosztály rongálja ezeket, akik mondjuk fiatalok, egy szórakozó helyről hazafele tartva megtépik a virágot, és nem, sajnos idős nénik fényes nappal szatyorba szedték ki és gyűjtötték ezeket a virágokat, és mikor a kertészeink pont tetten érték, és rájuk szóltak, akkor közölték, hogy de hát ez közterületen van, úgyhogy ez közös dolog, és ők hazavihetik. Hát nem szoktak még le, hogy a közös. Tehát annak idején a gyárból is mindent széthordtak az emberek, mert ugye, úgy látszik, hogy ez megmaradt a fejük, vagy azt gondolják, hogy a mi állami, az mindenkié. Igen, úgy tűnik sajnos, hogy erre is úgy gondolnak, és hát abból a szempontból nem lenne ezzel probléma, hogy szeretnének növényt otthonra, illetve, hogy de hát ne pont ezt. Ne pont ezt. És az önkormányzat ugye évente szokott muskátlét is osztani. Hát azt szeretnének otthonra. Igen, hogyha szeretnének otthonra, akkor az önkormányzati muskátli osztáson mindenkit szeretettel várunk. Terézváros minden lakosa kaphat muskátlét 3 tövet. Ez és ennek most jövő lesz az szombaton, ideje. Így van, jövő szombaton, április 23-án lesz ez a muskátli osztás. Reggel 9 órakor kezdődik a Hunyadi téren, és minden terézvárosi lakos, aki lakcímkártyával rendelkezik, tehát Terézváros területére van bejelentkezve,
kaphat 3 tő muskátlit, amit egy nagyon praktikus szatyorban adunk át. Ez a szatyor egy újrahasznosított szatyor, illetve mosható, tehát mindenki hazaviszi benne a muskátlit, és utána ki tudja mosni, be tudja tenni a táskájába, és nagyon örülünk, amikor a Hunyadi téri piacon például azt látjuk, hogy az emberek ezzel jönnek ebbe vásárolnak, hiszen ez is ugye a környezettudatosságnak az egyik lépcsője, hogy nem nejlon szatyrokba gyűjtöm a vásárolt termékeket, hanem egy többször használatos szatyorban viszem haza, és így kevesebb hulladék keletkezik. Ennek a muskátliosztásnak hosszú évekre visszanyúló hagyománya van. Természetesen ilyenkor mindig így a polgármester van. Megjelenik, a képviselőtestület megjelenik, és az embereknek egy találkozóhely. A Hunyadi tér amúgy is, én megmondom őszintén, hogy múlt héten kim voltam a Kolompos koncerten, és nagyon jól éreztük magunkat az egész családdal, tehát dinasztriálisan kivonultunk, és játszottunk, énekeltünk. De ami még jobban tetszett, hogy délután is elmegyek arra, és telisteli van a tér, tehát egyszerűen megtelt tér. Érik az emberek ott az életüket. Na most, aki eddig nem volt, az a muskátliosztásra biztos, hogy eljön. Mikorra menjenek az emberek? Biztonsággal kapnak-e muskátlit? Mert ugye azt szoktuk tapasztalni, hogy már reggel 7-kor beállnak a sorba, és ott állnak órákon keresztül, de hát természetesen azért kellene egy ilyen, hogy 8-tól 9-ig, 9-től 10-ig, stb. Meddig lesz és jut-e mindenkinek? Én azt gondolom, hogy fog mindenkinek jutni, mert a korábbiakhoz képest már tavaly is megemeltük a muskátlik számát, és az elmúlt néhány évben már elégnek bizonyult az a mennyiség, amit rendeltünk. Az idén 7500 tő muskátli lesz kiosztva, tehát úgy gondolom, hogy akik reggel 9 órára jönnek oda, és beállnak a valószínűleg igen hosszú sorba, azok még fognak muskátlihoz jutni, de akár akik 9:30-ra vagy 10-re, szerintem még azok is. Ez a lakcímkártya az azt jelenti, hogy személyenként lehet kapni 3 tő muskátlit, tehát hogyha egy család megjelenik, papa, mama, 2 gyerek, igen. Akkor az 12 tő muskátli? Igen. Azért ez így van. Igen, igen, ez egy nagyon jó dolog. Az emberek elégedettek szoktak ezzel a mennyiséggel lenni, nagyon szoktak neki örülni, és hát azt érezzük, hogy tényleg hálásak azért, hogy kapnak muskátlit, gesztusnak érzik, és hát ugyan nem nagy érték, de mégiscsak úgy viszik haza, hogy ők kapták ezt a muskátlit, és boldogan viszik haza, és nekem is nagyon jó érzés személy szerint, amikor megyek egy házba, vagy egy lakó elhív magához, hogy menjek el, mert mint képviselőjével szeretne beszélni, és akkor vagy kint látom az előtérben, vagy pedig az ablakból mutatja, hogy nézze meg aranyoskám, hogy ott van az önkormányzati muskátli, és ennek én is örülni szoktam. Az lenne, hogyha minél több virágos ablakkal találkozhatnánk, azonban az emberek ne ítéljenek el senkit, hogyha nem az ablakban van a muskátli, hanem máshol helyezik el, hiszen ennek tűzbiztonsági és menekülési útvonalterveli korlátai lehetnek. Tapasztaltad már, hogy amiatt nem teszik ki az ablakba? Mert már én erről is hallottam, hogy probléma, nehogy leessen le, hogy a szél levigye, hogy kell rögzíteni. Hát ezt rendesen kell rögzíteni, így van, tehát azért egy cserépvirágot nem lehet kirakni, csak úgy az ablak párkányra, hogy az ott megáll, mert egy erősebb szél vagy egy vihar az le tudja verni, és komoly balesetet okozhat, ha mondjuk a második, harmadik emeletről valakinek a nyakába vagy fejére esik. De nem tapasztaltam, hogy emiatt ne raknák ki az emberek. Szerintem mindenki igyekszik rögzíteni. Lehet kapni most már ezeket az ablakba kiakasztható tartókat, amikbe utána a cserépbe helyezhető, illetve ugye lehet kapni mindenféle olyan eszközöket, amivel rögzíthető egy-egy cserép vagy virágláda az ablakba biztonsággal. Azért a legszebb az lenne, ha az ablakokban lennének, és tényleg virágos lenne Terézváros összes ablaka. Menjünk tovább, mert nagyon sok téma van, tehát ennek az időpontja április 25-e, 9 óra. 23-a. Bocsánat, 23-a, igen. Szombat délelőtt 9 órakor találkozunk. Ha így van, igaz. A Hunyadi téren, és ott lesz a korábbi évek hagyományainak megfelelően a veszélyes hulladékgyűjtés is, ami összegyűlik háztartásokban egy év alatt, azt ilyenkor az emberek kihozhatják és leadhatják. Mit tartozik ebbe? A leadható tárgyak körébe? Gyakorlatilag minden veszélyes hulladékot elhozhatnak minden, tehát vesz a veszélyes hulladékgyűjtő cég, tehát a használt autógumit, az elektronikai hulladékot, a használt sütőzsíradékot, festékeket, higítókat, így van, flakonokat, tehát elemet. Tényleg mindent, ami beletartozik a veszélyes hulladékba, azt
azt ilyenkor átvesszük, elszállítjuk. Gondolom, hogy az egész nap van, és nem csak délelőtt, hiszen azért lesz, akinek többször kell fordulni. Hát délután egyik-kettőig szokott ott lenni ez az autó, az a tapasztalat, hogy addigra mindenki leszokta adni, így van, illetve még az intézményekben van, amikor elmegy, mert van, amikor az intézményekben olyan veszélyes hulladék gyűlik össze, amit nem tudnak ilyenkor kihozni, kiszállítani, olyankor ez az autó még el szokott oda kanyarodni. Tehát akkor ezek szerint lehet jelentkezni ahhoz az önkormányzatnál, hogy annyira sok a veszélyes hulladék, hogy esetleg elmenjenek érte, jól értelmezem? Hát ha annyira sok, akkor azt gondolom, hogy meg tudjuk oldani azt is, hogy vagy segítünk kihozni valamilyen módon, vagy pedig visszafelé, tehát amikor megy el az autó, akkor elkanyarodik arra, de mondjuk ehhez tényleg az kell, hogy igen sok legyen, vagy igen nehéz. Tehát olyan dolog, amit nem tud egy-két ember egyedül kihozni. Az intézmények is egyébként, az óvodák, iskolák kapnak ezen a virágosztáson muskátlit, amivel az épületüket díszíthetik, és cserébe ők is hoznak ki a gyerekekkel veszélyes hulladékot, ami az iskolában, ez a környezettudatos nevelésnek egy nagyon fontos lépés, azt hiszem, mindenféle szempontból. Ide tartozik, nem közvetlenül ide tartozik, de mégiscsak, hiszen az ön szakterülete, a pályázatoknak azon része, amelyek most kerülnek kiírásra. Igen, jelenleg is van egy környezetvédelmi témájú pályázat, aminek április 13-án, tehát most már hamarosan lesz a beadási határideje, délelőtt 10 órakor. Ez a pályázat kifejezetten a diákoknak szól, terézvárosi diákoknak, tehát általános iskolás, felső tagozatos, alsó tagozatos, illetve középiskolás, nappali tagozatos tanulók számára írtuk ki ezt a pályázatot. Írásos formában kell beadni egy olyan fogalmazást, vagy eszét, vagy akár pontokba szedve a gondolataikat arról, hogyha bármit megtehetnének, tehát pénz nem számítana, semmi se számítana, akkor Terézvárosban ők mit tennének a környezetvédelem érdekében, mivel védenék a környezetüket. Volt már ilyen pályázat korábban? Nem, ez most ez van először. Akkor, évente szokott lenni egyébként a diákoknak, abban óvodások is beletartoznak, szokott lenni egy másik fajta pályázat, az egy ilyen kézműveskedős pályázat, szintén környezetvédelmi témában, de az nemrég lezajlott, januárban volt a díjkiosztója, illetve a kiállítás belőle. Ez most egy következő pályázata diákoknak, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy tegyenek Terézváros környezetvédelméért. Itt a pénz nem számít dolgot azért vettük bele, mert hogy nem titkolt szándék az, hogy ha olyan ötletek érkeznek, olyan ötletek születnek meg a gyermekek fejében, ami megvalósítható, ami jó ötlet, hiszen nem csak az önkormányzatnak lehetnek jó ötletei arra, hogy megvalósítsa, miért ne lehetnének a gyerekeknek vagy a lakosságnak is remek ötletei, akkor ezeket az ötleteket meg is tudjuk akár valósítani teljes egészében is, vagy csak részben, de mindenképpen jó lenne, hogyha olyan pályázatok érkeznének, amikre azt tudjuk mondani, hogy ebből valamit vagy az egészet meg tudtuk valósítani. Ez jó, nagyon jó gondolat egyébként. Én ezt úgy gondoltam, hogy az adott gyermek vagy gyermekcsoport bevonásával valósítanánk meg, tehát hogy a saját ötletüknek a megvalósulását végigkövethessék. Tehát azon a testületi ülésen, amin döntünk róla, azon meghívnánk, arra meghívnánk őket, ott legyenek, lássák, hogy milyen folyamat az, amit ők kitaláltak, és aztán a folyamat, amin keresztül ez megvalósul. Nagyon-nagyon tetszik, meg kell, hogy valljam egészen őszintén. És hogyha már arról beszélünk, hogy az ötlet mennyire lényeges, akkor lehet, hogy nem lesz jó a párhuzam, de azt gondolom, hogy mégiscsak kapcsolódik. Volt egy ötlet annak idején, ugye a kormányzati negyed, amely aztán elhalt. De maga a terület az egy élő terület, amely parlagon hever. 25 hektár, hogyha jól tudom. Így van. És most egy új nevet adtak neki, ez a Podmanicki Park. Egyre többet fognak hallani róla a kedves nézők, és remélem, hogy mindenki országszerte, mert az a Podmanicki Park nem csak Terézvárosnak, hanem a kormánynak együtt egy közös kiemelt projektje, ami nagyon sok lehetőséget biztosít. Hogy állunk a Podmanicki Parknak a tervezésével? A tervezés maga az gyakorlatilag megtörtént. 2017-ben lesz az előkészítése a munkálatoknak,
Ugye itt talajcseréről is szó van, egy nagyon nagy beruházás, a tervezett költségvetése az 60 milliárd forint. Tehát tényleg egy óriási beruházás, és hát sajnos jelenleg ez nem egy élő terület. Mi szeretnénk, hogyha az lenne, illetve nagyon bízunk benne, hogy a projekt elkészültével az is lesz, azzá válik. Ez 2022-re várható. Az nem is olyan sok. Nem olyan sok, 2018-ban már elkezdődik, és ahogy szépen haladnak, 2022-re várható az, hogy teljes egészében elkészül ez a Podmanicki Park, ami gyakorlatilag a Terész körúttól a Dózsa-György úton át fog tartani a Hungária körútig, és a parkban lesz egy sétány is, ami körülbelül 1,2 km hosszú lesz. Ez úgy épül majd meg, illetve úgy vonul végig a parkon, hogy a talajszinten, illetve a vonatsíneket be fogják fedni, méghozzá olyan módszerrel, hogy zöldíteni lehet majd azt a területet. Tehát lesz egy felső szint, így egy van, ilyen dombrész gyakorlatilag. Így van, és azon is átvonul majd a sétány, tehát a tervek alapján én azt láttam, hogy nagyon-nagyon szép lesz. És látványtervet mikor lehet látni? Én szerintem már hamarosan lehet majd. Az önkormányzat a legutóbbi testületi ülésén döntött arról, hogy hozzájárul ehhez, támogatja. Mi nagyon örültünk neki, hiszen mi évek óta mondtuk, hogy akár saját pénzből is, de valamit azzal a parkkal, illetve azzal a területtel kezdeni kell. Eddig Terézvárosnak azt gondolom, hogy a legcsúnyább része volt. Kihasználatlan. Kihasználatlan, tele szeméttel, és hát mi láttuk benne eddig is a fantáziát, többször tettünk lépéseket, hogy valami ott történjen, és úgy látom, hogy most történni is fog, és egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog. Most az jutott eszembe, hogy ez a Podmanicki Park, pláne így, hogyha a sinek befedésre kerülnek, azon ott fönt egy sétány, már én ugye fantáziálok, hogy mi mindent lehetne, de 25 hektár az nagyon-nagyon sok mindenre ad lehetőséget. Gondolom, hogy itt az önkormányzat is összedugta a fejét, és most elképzelem, mellette ott van a Városliget, annak is van egy kiemelt projektje, itt van a Podmanicki Park, annak is van egy kiemelt projektje. Valahogy nem gondolkodtatok rajta, nem gondolkodtak rajta a szakemberek, környezetvédők, hogy a Városliget és a Podmanicki Park felújításával esetleg zöld felületeket átcsoportosítani, épületeket megmarad. Hogy állnak a mostani döntéshozók ebben a témában, és mik az ti ötleteitek? Úgy tudom, hogy a tervben magában abban szerepel annak a lehetősége is, hogy néhány múzeumot, amit a Városligetbe terveztek eredetileg, az majd itt épül föl, tehát erre azt gondolom, hogy van lehetőség, viszont ha esetleg ez nem is valósul meg, vagy ha megvalósul, amellett is ez a zöld felület növekedés, ami itt történik majd a projekt elkészültével, ez olyan óriási, hogy mindenképpen ellensúlyozni fogja azt, ami a Városligetben esetlegesen elvész. Tehát a kieső zöld felületeket lehet egy ellensúlyozni. Igen, bár a Városligetben is úgy tudom, hogy lesznek még olyan ültetések, illetve olyan zöld felület növelések, amik ugye a kivágandó fák egy részét legalább pótolják. De ez a zöld felület, ez, ami itt a Podmanicki Parkban majd létrejön, ez annyira hatalmas, tehát az a 25 hektár, ez egészen pontosan Terézváros zöld felületét meg tízszerezi. Tehát a jelenlegi zöld felületet meg tízszerezi. Igen, tehát ez egy óriási dolog. Hát a terézvárosiak számára egy nagyon-nagyon jó dolog lesz, és fontos dolog, mert ugye így egyik oldalról a Városliget, másik oldalról pedig ez a Podmanicki Park veszi majd Terézvárost. De gyakorlatilag ez már saját terület. Így van. Tehát nem azt mondjuk, hogy a 14. kerületé, bár gyakorlatilag van, a kerület határok, ez annyira nem is lehet, hiszen Király utca egyik oldala, másik oldala, a Dózsa-György úti egyik oldala, a másik oldala, igen. Már. Már a Városligetben vannak, ami Zuglóhoz tartozik. Ezek a gondolatok, hogy a Podmanicki Park átvenné egy pár múzeum megépítésének, vagy biztosítaná a helyszínt a múzeumoknak a átcsoportosítására, megépítésére, ez mennyire valósulhat meg a gyakorlatban? Én nagyon remélem, hogy megvalósulhat.
hiszen ugye a Városligetbe tervezett múzeumnegyednek pontosan az a lényege, hogy a múzeumok, a budapesti jelentős múzeumok egy helyen legyenek. Én ezt egy jó dolognak tartom, vagy tartanám, tehát abban az esetben, hogyha ez megvalósul, akkor akár a turistáknak, nem csak a külföldieknek, akik vidékről jönnek föl, csak egy napra fölhozzák a gyereket, vagy ők maguk, egy házaspár följön, vagy csak egy ember följön Budapestre, akkor mindenképpen megkönnyíti az életét azzal, hogy 3-4 múzeumot végig tud látogatni, mert hogyha ezek a múzeumok a városban szét vannak szórva, akkor tömegközlekedéssel eljutni az egyiktől a másikig, ugye lehet, hogy fél óra vagy egy óra, neki abból a napból annyi kiesik. Tehát, hogyha ott vannak egymás mellett ezek a múzeumok, hát igen, akkor megvan mindenképpen. Pro és kontra. A másik az, amikor végigmennek a városon és látják a várost, akkor az meg gyönyörű. Gyönyörű, de ha pont azért jönnek föl mondjuk egy esős őszi napon, hogy szeretnének múzeumot látogatni, akkor ez így egy nagyon... Viszont, hogyha átkerülnek a Podmaniszki Parkba a múzeumok... Az sincs messze a Városligettől. Akkor egy van. Környéken van gyakorlatilag, és akkor mégis megmaradna a Városligetnek az öt felülete. Így van. Azt nem hiszem, hogy minden múzeum át fog kerülni, de úgy tudom, hogy a tervek lehetővé teszik azt, hogy néhány múzeum. Hát azt hiszem, hogy nagyon sokan szólítanak majd, hogy ez a projekt ilyen módon tudjon változni, illetve úgy megvalósulni. Úgy tűnik. Mennyi pénz kell Terézvárosnak hozzátenni ehhez a Podmaniszki Parkos projekthez? Mennyi az uniós forrás és mennyi az állami támogatása? Erre vonatkozólag van-e már valami információ? Erre vonatkozólag sajnos nem tudok információkat. Egyelőre annyi az információ, hogy a tervezett teljes költségvetése 60 milliárd forint lesz, és hogy ez uniós pénzből, illetve az állami pénzekből kerül majd össze. Viszont igen. Az élvezői, mi leszünk itt terézvárosiak, az egészen reméljük. Biztos. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.